Március 22-én ünnepeltük a Víz Világnapját, amelynek eseményeit már negyedik éve Karcagon is megrendezik. Ilyenkor elsősorban az ivóvízzel kapcsolatos feladatokról esik szó, de a manapság rendszeresen előforduló aszályok miatt az öntözővíz biztosítása is elsőrendű feladat. András Lászlót, a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat vezetőjét az ezzel kapcsolatos feladatokról kérdeztük. Itt a Nagykunság területén mi itt fokozottan érezzük, hogy áldás és átok a víz, mivel hát ugye talán klímaváltozás nélkül is eléggé szélsőségesnek mondható ennek a területnek az időjárása. Lehet, hogy az utóbbi időben ez a szélsőségesség talán még fokozódik. Ugye mindenki emlékszik a 2010-es évre, amikor hatalmas belvizekkel kellett számolni. A tavalyi évben ugye az öntözésre kellett főre koncentrálni, de nagyon úgy néz ki, hogy az idei év talán megint nagyon sok csapadékot fog hozni, legalábbis az éveleje ilyen, mert ugye eddig duplája esett le az ilyenkor szokásosnak. Hát ugye jelenleg újra belvízzel kell küzdenünk, ugye másodfokú belvízvédelmi készültség van az összes szivattyútelepünkön. Ugye ez azt jelenti, hogy egy műszakos munkarendben már nem biztosítható a érkező vizek elszivattyúzása. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy nem meglepetés, hanem ugye erre kell készülnünk, hogy egyszer kevés, egyszer pedig nagyon sok lesz a víz. Az aszályos évek miatt egyre többször esik szó a már meglévő csatornarendszerek felújításáról, továbbfejlesztéséről. Ez természetesen állami feladatvállalást igényel. Mindenféleképpen szükség van az állami szerepvállalásra, mert ugye ezt ugye gazdálkodói érdekeket szolgál ki, de ugye a gazdálkodók ezt saját erőből nem tudják elvégezni. Hát ugye a 2014-es Európai Uniós költségvetési ciklus fog következni, ebből majd lesznek felújítási források reményeink szerint. Feladat, felújításra váró szakasz a társulat területén is van, mégpedig nem kevés. Ami komoly renoválásra szorul, na most ugye ebben benne vannak az üzemelők, és jelenleg nem üzemelő rendszerek is, és ott itt főleg olyan öntöző rendszerekre gondolok, ahol ugye az utóbbi években gyakorlatilag nem volt igény. Lehet, hogy amennyiben ugye erre igény lesz, ugye ezeket is fel kell újítani, ez több száz kilométer csatornára tehető. A Víz Világnapjának helyi eseményeit 4 évvel ezelőtt a Nagykun Víz és Csatornamű Kft. Rendezte meg először, és azóta is minden évben a városi vízműtelepre várják Karcag óvodásait és iskolásait a városi vízi közművek új tulajdonosa, a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT átvette és folytatja ezt a hagyományt. A vízműtelepen Iszkeic Andrással, a TRV ZRT üzemigazgatójával beszélgettünk. Először is arról, hogy a tavaly életbe lépett törvénnyel az állam kézbe vette a nagy értéket jelentő magyarországi vízkincs kezelését, kiaknázását és védelmét. Sajnos nagyon sokan nem tudják felfogni azt, hogy a víz az kincs, a víz az egy érték, és a vízkincsel nagyon óvatosan kell bánni, mert az is véges, mint minden egyes más egyéb földi energia, illetve természeti adottság. A vízkészleteink itt Magyarországon szerencsés helyzetben vagyunk, mert bőségesnek tűnik. A világ más helyzetén, más pontjain viszont sajnos nem ez a helyzet. Több mint 1 milliárd ember jelenleg is nélkülöz az ivóvizet, az egészséges ivóvizet. Magyarországon a föld alatti vízkészlet jelentős, de még egyszer hangsúlyozom, hogy véges mennyiségű. Oda kell figyelni nagyon a takarékos, nem pazarló vízhasználatokra. A lehetőségek szerint a vizet úgy kell kezelni, mint egy terméket, mint egy árut, mint egy értéket, és kellő alázattal kell mindig hozzáállni a víz kezeléséhez, a víz elosztásához, a víz tisztításához, mert ez nélkül nem fogunk tudni a következő 20-30-40 évben biztosítani azt a kellő mennyiségű, hangsúlyozva, vagy egészséges emberi fogyasztásra alkalmas jó vizet, ami szükséges. A térségünkre áttérve egy-két gondolattal,
Itt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei ivóvízbázisok többségében jók, jó minőséget adnak, komoly problémát jelent azonban az ammónia, vas, mangán, arzén és egy-két területen a bor, ami a ivóvízben található, melynek a tisztítása, kiszedése elég sok gondot okoz egy némely helyen. A Karcag környékére rátérve, szűkebb a Pátriárka hazánkra, itt elsősorban az arzén, ami komoly gondot jelent az ivóvízben, illetve az ammónia. Jelenleg a karcagi ivóvízmű 3 kuttal működik. Ez a 3 kutnak a vízminősége megfelel az EU előírásoknak, a csapvízbe egészséges emberi fogyasztása alkalmas ivóvíz folyik. De ez a 3 kút hosszabb távon nem lesz képes kielégíteni a lakosság ivóvízigényét, ezért a Karcagváros ivóvízművében is végre lesz hajtva egy vízjavító program, ami gondolom már országszerte ismert, amely azt a célt szolgálja, hogy az itteni meglévő ivóvízbázisra támaszkodva egy megfelelő technológiával olyan vízminőséget produkáljunk a lakosok számára, hogy minden szempontból kielégíti mind a lakossági, mind a közegészségügyi igényeket. A vízbázisok védelmét és a minőség tartós biztosítását az Európai Unió is megköveteli, ezért is hamarosan nagyobb beruházások indulnak. Tudomásom szerint itt Karcag térségében is, és több területen is még ebbe az évben el kell kezdődni ezeknek a beruházásoknak, és nagyon záros határidőn belül be kell fejeződniük, tekintettel arra, hogy ez EU támogatásos program, amelynek a megvalósítását Brüsszel időponthoz kötötte, és nekünk elemi érdekünk, hogy ezt végrehajtsuk. A víziközmű törvénnyel kapcsolatban sok volt annak idején az értetlenkedés, pedig hosszú idő után először született olyan intézkedés, ami megnyugtatóan rendezi ezt a problémát. Mi a szakma már közel 20 éve várjuk ezt a víziközmű törvényt, nagyon fontos, mert végre egyszer kijött törvényi megfogalmazásba azok a nagyon fontos dolgok, nagyon fontos határozatok, amelyek szabályozzák azt, hogy egy víziközművet hogy kell üzemeltetni, milyen feltételekkel. A víziközmű törvény kitér, ami nagyon fontos, hogy takarékos, költségtakarékos, átlátható gazdálkodás és a hatékonyság tekintetében pontos információkat, pontos elhatárolásokat ad a szakma számára, és mivel törvény, hál' Istennek, mindenki számára kötelező, így végre tudjuk hajtani azokat a feladatokat, amit már nagyon régen meg kellett volna kezdenünk, és végre kellett volna hajtani. Mi a szakma örömmel üdvözöltük a víziközmű törvényt, még nagyon üdvözöltük a nemrég megjelent 58/2013-as végrehajtási rendeletet, amely víziközmű törvényben, hogy mondjam, még tisztázatlan egy-két pontot is helyére tett, és most már világosan meghatároz azokat a feladatokat, lehetőségeket, kötelezettségeket, amiket végre kell hajtani a következő évtizedekben ahhoz, hogy a egészséges ivóvizet tudjuk biztosítani, és amiről nem esett eddig szó, ugyebár ahol ivóvíz, ott keletkezik szennyvíz is, a keletkező szennyvizek elvezetését, ártalommentes elhelyezését, illetve a melléktermékként kell iszapnak is a hasznosítását, elhelyezését, úgyhogy a környezetszennyezést kizárjuk. A TRV 6 megye településein lett a helyi ivóvízrendszerek tulajdonosa. A Tiszamenti Regális Vízművek ZRT 40 éves múltra tekint vissza, mi 100%-ban állami tulajdonú vállalat vagyunk. A víziközmű törvény hatályba lépésekor mi is megkezdtük azokat a feladatokat, amit a törvény, illetve a kormány számunkra meghatározott. A Tiszamenti Regális Vízművek ZRT működési területe nagyon nagy, 6 megyében működünk, Szabolcs-Szatmár, Bereg megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Heves megye, Csongrád megye, tehát nagy területet ölelünk fel. Jelen pillanatban 195 településen biztosítjuk a lakosság egészséges ivóvízellátását, illetve a szennyvíz elvezető tisztítását. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 44 településen vagyunk ott, és az átvételt gyakorlatilag ezen területek többségénél január 1-ével kezdtük meg, illetve vettük át, kezdtük meg az üzemeltetését. Ezek közé tartozik Karcag városa is, illetve itt a térségbe Fegyvernek, Örményes, illetve a feljebb megyek Nagy Iván, Tiszafüred,
ezek a települések is. A feladatainkat tavaly évben megkezdtük, hiszen a víziközmű törvény időpont határozott meg július 5-ét, ameddig ezeket a feladatokat végre kellett hajtani, a szerződéseket ratifikálni kellett a csatlakozni kívánt települések önkormányzataival, és a szerződések megkötésre kerültek. A szerződés megkötésekor a települések döntő többsége azt kérte, hogy január 1-től kezdik meg üzemeltetés, hogy az évzárást és egyéb dolgokat le tudjuk bonyolítani. Eléggé vegyes színvonalú örökség került a kezébe, amellyel kapcsolatban még nagyon sokat tennivaló. A települések átvételekor a tapasztalat az, hogy nagyon változó volt a, hogy így fogalmazzam, az előző gazdálkodás, víziközművekkel való gazdálkodás, nagyon sok a lemaradás, nagyon sok a rossz elavult hálózat, tolózárak, tűzcsapok, sok kívánni volt hagy maga után a vízműveknek a minőségi állapota, de hangsúlyozni szeretném, hogy ez a vízminőség rovására nem megy, hiszen nem is mehet, a kimenő víz az emberi fogyasztásra alkalmas, semmi probléma nincs vele, viszont a műszaki oldalról hatalmas munka vár ránk, hogy felzárkóztassuk minden víziközművet olyan szintre, ami már kielégíti a víziközmű törvény és a nemzetközi elvárásokat. A vízműtelepen szakemberek mutatták meg a kilátogató óvodásoknak és általános iskolásoknak az itt folyó munkát, az élmények megfogalmazására rajzpályázatot hirdettek meg.